Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, mint ahogy láthatjátok, ma 14.00 a Skyblock nyitás, és ez egy ilyen tutorial videó, bemutatom az újdonságokat, és hát nem is tutorial, inkább végigjárjuk, hogy miken változtattunk. Na, hát első dolog, ami mindenkinek szembe tűnhet, ládákban nincs egy darab hopper se. Nincs egy hopper se, na most ez miért van? Ide bevágok róla egy videót, végig, tehát 4,4 millió spawnerrel végig teszteltük az alaphoppert, tuningolva, nyilván. És most az alaphopper az eléggé OP. Bevágom nektek ide a videót. És akkor menjünk tovább. Hát a spawnestekkel is megkönnyítettük. Elég rendesen. Per spawner sok parancsal. Elérhető az összes spawner. Árra szedve. Minden ugyanazon az áron, csak annyi, hogy itt most már stackkelve tudod megvásárolni, és úgy fogod adni neked 8001 darab spawnert, ami 8192. Szóval reméljük, hogy ezzel azért könnyítettünk a dolgotokon. Minden egyes játékos, tehát minden egyes rang a default rangtól fölfele 10 darab hopperrel többet tud lerakni, ami azért szerintem egy elég nagy dolog. És nem mellesleg változott itt a scoreboard. A scoreboardnál a sziget szint és a sziget bank, hogyha tegyük fel több milliót van, akkor nem fogja neked ide kérni, mint ahogy volt, hogy 20 darab szám van itt, meg ugye cseten is, a sziget szint az úgy lesz, hogy ha 15 millió szinten van, akkor 15M. Szóval ja. Úgy Isten igazából, és végig pörgetve. Így végig pörgetve ennyi lesz szerintem. Aztán 14.00 a nyitás. Várok mindenkit hatalmas nagy szeretettel. És a háttérzaj miatt pedig elnézést kérek még egyszer. Zene lesz alatta, aztán ja. Na jó. Sziasztok!